Jó estét kívánok, ha vissza gyors vagy, haver. Ej! Gyere csak ki. Elkaptalak. 30 cent is. Elég nehézkes videózni is, meg gilisztát szedni, kicsit körülményes a dolog. Ej! 3. Ej! Az anyád, jó, gyors vagy, bazd meg. Kíváncsi vagyok én is a... Gyere ide! Az éjszakai felvétel. Hát ugye zseblámpával kell világítanom, hogy legyen elég fény a kamerának. Kicsit körülményes egy kézzel szedni a gilisztát. Nem komfortos. Úgyhogy nagyon óvatosan kell menni, hogy ne döbögjünk. Jó szemnek kell lenni, ott már kettőbe is húzódott. Ott megint behúzódott, erős a fény nekik. Meg beszélni se szabadna elvileg. Ez csak ilyen a videó kedvéért csinálom, nem így szoktam, hanem fejlámpával, kisebb fénnyel. Azt hiszem, hogy füvet is, hogyha meglocsolja az ember, akkor füvön is van. Aj! Másik behúzódott. Már hogyha nem lenne a felvétel, már azt is megfogtam volna. Ilyenkor szétnézek. Hol van? Gyere csak ide. Na, ekkora. Ekkora giriszta. 30 cent is. Ott már kettő megint behúzódott az erős fény miatt. Meg azért, mert beszélek. Úgyhogy ez csak ilyen ügyetlenkedés. Nézzétek el nekem, ott a nagya. Gyere ide! Már izétek volna. Teljesen kijönnek párosodni. Te szárazon is szokott lenni. Ott már be is húzódott. Gyors vagy. Van egy vicc. Erre. De nem mondom el. Na, ilyen zörgéseket nem szabad csinálni. Csak félig így. Így félig. Fél komolyan csináljuk ezt most. Járkálunk itt. Hát azért egy horogra valót sikerült, aztán majd mindjárt mutatom a fejlámpát is, hogy milyen az a fény, amelyik tökéletes hozzá. Tehát azzal ugye nem lenne jó a felvétel. Háj, ott volt. Na, az erős fény hatására behúzódnak. Úgyhogy minden harmadik van meg gyakorlatilag. Te meg leszel. Ej! Gyere ki. Ahova. 3 deka. Egy giliszta. Még ma feltöltöm a videót. Csatornatagok megnézhetik. Lájkoljátok, hogyha tetszik. Értetek készül. Hát ez most oktató jelleggel, de mindenki azt fogad meg belőle, amit akar. Én is úgy tanultam ezt másoktól, profibbaktól, hogy hogy kell gilisztát szedni, de hát most majd lehet, hogy kicsit később meg kell próbálni. Gyors vagy! Az anyád! Ott a másik behúzódott. Gyorsak. Igen, gyorsak. Hát igen, erős ez a fény, de hát a kamerának meg kell lenni.
Mert különben semmi nem látszana. Aj! Ahon van. Te nagy giriszta. Három elég is a horogra. Nem szoktam nagy horoggal harcsázni. Hát már... ez egy horgászatra elég is, amit szedtem, mert... három kapásnak örülünk itt a Tiszán. Hogyha van három harcsakapás, abból valószínű kettő az retúr, kisebb. Egy esetleg normális. De van, hogy három kicsi. Úgyhogy ez a helyzet itt. Na, még egyet fogok. Szuszogok ám, mint a hízott kacsa. Ha mondjuk görnyedve megyek, hogy minél közelebb látszódjon a giliszta. Tehát úgy megyek, mint a görnyedve. Na, nem tudom, hogy sikerült-e mutatni. Na jó. Hát akkor mutatjuk a zsákmányt. Itt van azért 5 perc alatt. Három horogra való giliszta. 2. Mondjuk ha a karika lecsípi, akkor helyzet van. Akkor abba kell hagyni a horgászatot, ha karika eszik. Az biztos. GoPro! GoPro! Stop recording!